A Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak a kamarazenei koncertjét hallhatjuk és élvezhetjük együtt. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozó hangversenyén itt Nagybányán. Örömmel fogadtuk el a felkérést, és nagy lelkesedéssel készültek növendékeink és tanáraink a mai hangversenyben. Pálint Béla igazgató úrnak átadom a szót pár gondolatra. Köszönöm, jó estét kívánok mindenkinek! Én csak egy kicsit szeretném önöket képbe hozni Sárospatakkal kapcsolatban. Én feltételezem, hogy mindenki tudja, hogy hol van Sárospatak, de egy néhány olyan adat azt gondolom, nem árt, hogyha elhangzik, amire mi sárospatakiak nagyon büszkék vagyunk. Sárospatak már több mint 800 éves település, és itt született például Szent Erzsébet. Nem tudom, tetszetek-e tudni. Vagy a rákócziaknak, a perényieknek a helye. Sárospatak kultúrtörténeti emlékei olyan vastagok, hogy fél Magyarország egyébkénti városainak nem hiszem, hogy van olyan komoly ott tanult hát nagy költője, zeneművésze, vagy éppen mondhatjuk politikusa, Deák Ferencre gondolok, Kossuth Lajosra, Erdélyi Jánosra is még lehetne sorolni, tehát, vagy Koméniuszra, ugye, aki itt írta meg a legfontosabb műveit, ami az oktatással kapcsolatos. Tehát mi ebből a városból érkeztünk, ahol 11 ezeren laknak, a Bodrog folyó partján fekszik, úgy hívják, hogy a Bodrogparti Atén, és kiváló bora van, és nagyon jó medencéje, ahol forró víz van állandóan. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak elmondani. Ennek a településnek a művészeti iskolájából jöttünk, és kérem, fogadják szeretettel a rövid műsorunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megyei, országos és nemzetközi versenyen ért el aranyminősítést, illetve szóló és kamara kategóriában is. Zongorán közreműködik Fedorcsák Katalin tanárnő. Thank you.
Iskolánk igazgatójának előadásában hallgassák meg Wagner adagióját. Klarinéton Bálint Béla, zongorán Neufauer Olga tanárnő. Aki Gáltanna betegsége miatt
növendéke helyett játsza Zambarano, Nápolyi Tarantella című darabját. Zongorán kísért Neupauer hallgatomány.
És most Bihari János verbunkos, azaz Toborzó című művét hallhatjuk. Hegedűkön Téglás Botond, Kocsik Dóra és tanárnőjük Varjas Csabelné.